Az emberi gonoszság a karácsony sem kíméli. Közel kelet olyan hely a világban, ahol az ünnepeket súlyos konfliktusok árnyékolják be. A keresztény világ ünnepel, de vannak olyan területek, ahol az ünneplést szinte lehetetlenné teszik a körülmények. Moszulban már nincsenek keresztények. Az a pár család, aki az üldöztetések, inzultálások, elrablások ellenére is kitartott, júliusban elmenekült a városból. Emil Nona, a város káld érseke, akit szintén elűztek otthonából, a következőképpen fogalmazott: mindenünket elveszítettük, de hitünket nem. Hozzátette, az út nehéz, főleg amikor a remény is alábbhagy. De akarunk hinni abban, hogy az Úr most is megszületik közöttünk, és abban, hogy helyzetünk végül rendeződni fog. Az iraki konfliktusnak azonban nincs vége. Legnagyobb elszenvedői pedig, mint minden konfliktusnak, a legkisebbek. A damaszkuszi apostoli nuncius a szíriai gyerekeket az evangéliumban szereplő ártatlan gyerekáldozatokhoz hasonlította. Az UNICEF becslései alapján 2015 végéig várhatóan 8,5 millió gyermek lehet áldozata a háborúnak, a menekülésnek. Ferenc pápa karácsonyi üzenetében arról biztosította a térség keresztényeit, hogy küzdelmeikben nincsenek egyedül, majd személyes hangon köszönte meg a szenvedésüket és imádságaikat.